Kezdjét csókolom, jó reggelt kívánok. Nyilván ez előző köszönés bőszenetre vonat, vagy bőszenetnek vonatkozott a Gémesi Györgynek is. Jó reggelt kívánunk. Jó reggelt szépen, kívánok. Hogy elfogadta a meghívásunkat. Csak a kulisszatitok szelfit csinált az előbb? Igen. Mert még így közösen képen nem szerepeltünk. Ja, értem. A sorban talán valamikor, ha? De az sem biztos. Na, csapjunk bele. Csapjunk bele, mivel kezdünk az önkormányzatokkal, hogy bírják az önkormányzatok a második hullámban? Ugye nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy plusz feladatok, hogy elvonások, hogy ki vannak véreztetve az önkormányzatok, sőt, ott is hallottunk, hogy novemberig 200 csődbe megy. Mi a helyzet az önkormányzatok? Gyenge helyzetben lévő önkormányzatok egy ilyen kihívásnak nehezen tudnak megfelelni, bár annyival jobb a helyzet, mint tavasszal, hogy most már van gyakorlat. Tehát az üres járatok azok jóval kisebbek, és tud fókuszálni a település arra, hogy milyen irányban menjen a megelőzés, a védekezés. Rendkívül sok tév, hit és információ van, ráadásul azzal, hogy beindult az oktatás, bizonytalanodott egy csomó minden, mert más információk érkeznek a intézményekbe. De mire gondolom, mert mint úgy tévhitre mondjuk. Csak például mondok, hát úgy gondolom, hogy a megelőzésnek a technikájáról vannak különféle ellentétes információk. Mondok egy példát, és ezt nem feszültségkeltésképp mondom, ugye mi szolgáltatjuk a közétkeztetést, és az ANTS, illetve a NÉBIH, mint népegészségi hivatal azt mondta, hogy az probléma, hogy a gyerekek a villát, a kanalat és a kést külön kiszedik maguknak, tehát nem az van, hogy valaki a kezükbe adja. Ezek után a szolgáltató önkormányzati cég azt mondja az iskolának, hogy rendben van, akkor biztosítson egy pedagógust, aki egyébként is ott van, adunk gumikesztyűt, és egyenként adja a gyerekeknek a kanalat, a kést és a villát a kezébe. Erre azt mondja az intézményvezető, hogy erre nincs kapacitása, és ezt ő nem vállalja be. Most elindul egy olyan felesleges erőködött vita, hogy akkor kinek a feladata ez. Tehát számos ilyen apró a mindennapi életben jelentkező probléma. És csak a kés meg a villáról beszélünk egyébként, és mennyi minden van még. És száz más dolog van, hogy akkor most az a 10 órai hogy legyen a gyerekeknek a tanteremben, hogy ott fogyasztják el, igen ám, de akkor az hogy kerül föl, akkor inkább lemondjuk a 10 órait, viszont van olyan gyerek, amelyik csak egyszer eszik naponta 10 órait, ebédet és uzsonnát, amikor az iskolában van. Hú, nem egyszerű, de ezt nem azért mondom, hogy feszültséget keltsek, csak azt mondom, hogy ilyen napi kérdések vannak, ami nem is finanszírozási kérdés, hanem humán erőforrás kérdés, technika kérdése, és ebben a felfokozott ideg állapotban, hogy mi legyen az iskolában, nyilván feszültséget kelt. Nem nagyon szoktunk így kulisszatitkokat ugye lárulni, de ez nem is az, mert tulajdonképpen a közösségi média annyi mindent elmesél az emberekről. Nem hozom kellemetlen helyzetbe, ugye, Anett, hogyha azt mondom, hogy gratulálok önnek. Most már minden. Szépen. Gratulálom. Nem, nagyon szépen köszönöm. De nem, hát a közösségi médiában láttam, hogy megtörtént a házasságkötés, és ez egy fantasztikus dolog, és erről pont az jutott az eszembe, képzelj el, hogy mekkora pekjük van, hogy nem Hódmezővásárhelyen tetszenek élni, mert ott a Márki-Zay Péter felajánlotta ugye a segítségét azoknak a leendő házastársaknak, akik most kétségbe estek azért, mert ugye nem tudnak lakodalmat, klasszikus értelemben tartani, lakodalmat tartani ugye a rendelkezések miatt, viszont ugye ez az önkormányzati épületekre, így vagy fenntartásuk. Hát egy picit így ki lehet cselezni igen, ezt kis a rendelkezést, kapu. Mert ott igen, nem kell 11-kor bezárni. Most mind a kettejüknek szeretnénk ezt a kérdést feltenni, hogy ez most tényleg ez egy jó dolog, hogy valaki ki akarja cselezni, nem tudom én, a vírust, vagy a rendelkezést, vagy egy teljesen épeszű, nagyon jó gondolat. Jó, óvintézkedésekkel azt gondolom, tehát a lázmérés és minden egyéb, ami tudjuk azt, hogy egészséges emberek érkeznek, ebben az esetben lehet azt gondolom egy nagyobb bulit tartani. Inkább az lenne a fontos, és egyébként mi magunk is így döntöttünk, hogy nem annyira szükséges most egy lagzit vagy egy nagyobb bulit megtartani. Én azt gondolom, sokkal fontosabb az, hogy egészségesek maradjunk, de hogyha a polgármester a szolgálatait föl szeretné ajánlani azoknak, akik emiatt szomorkodnának, én el tudom képzelni, még egyszer mondom, óvintézkedések mellett. Tehát lázmérőznek az esküvő elején, és aztán, hogy évfélkor ott mi történik, azért egy esküvőn, nagyon nehéz a gyakorlatban, nem? Igen. Tehát olyan óvintézkedést hozni, hogy ott ne szabaduljon el a ez igaz. Minden. Ha valaki annyira ragaszkodik, lehet például két negatív teszttel előre menni, lehet előre menni lázmérővel, de én is
Szóval amikor először jött Tenész, a Kelet-Magyarországon volt az a Lagzi, ahol több mint 30-an megbetegedtek, és ez még a nyár elején volt. Tehát én inkább óvaintenék mindenkit attól, hogy bárhova menjen. Most itt mennek a viták például arról, és szerintem ez sokkal rosszabb, hogy az operatív törzs nem mutatkozik igazán határozottnak abban, hogy mit kellene tennünk, és mit nem. Például az, hogy tavasszal azt mondták, hogy a maszk nem hatásos. Először a tiszti főorvost a nyár végén láttuk, maszkban megjelent. Egyébként a WHO ajánlás az a mai napig úgy hangzik, hogy a maszk annak szükséges, aki beteg. Igen, csak hogy nem tudjuk, hogy betegek vagyunk-e. Persze, értem, csak azt mondom, hogy a WHO a mai napig ezt írja, ez egyébként döbbenet. És emlékszünk arra, amikor megjelentek az első Ázsiából érkező turisták, és maszk volt rajtuk, és nem nagyon értettük, hogy miért, hogy nem tetszik nekik, a túl smogosnak vélik Budapestet, vagy tartanak attól, hogy Európában elkapnak valamit, ugye mentek ezek a találgatások. Én, amikor a tájváni magyar külképviselet egyik magasrangú tisztségviselőjével beszéltem, és kérdeztem tőle, hogy hogyan kezelte Tájván, amely országot egyébként a világ legtöbb országa egyelőre nem is ismeri el, köszönhetően a szárazföldi Kína fenyegetőzésének, de ez most mindegy, ez egy mellékszál. Az a fontos, hogy azt válaszolta nekem, hogy megneveltek minket a korábbi vírusok. H1N1, a SARS vírus nem jött át Európába érdemben, nem találkoztunk vele. Azt mondta, hogy már tudta a lakosság, hogy mivel állunk szemben, tudta a kormány, hogy milyen intézkedéseket kell foganatosítani, és innen fejtem vissza azt, hogy ezek a turisták nem tudták magukról, hogy betegek-e, és nem akarták átadni nekünk. Bocsánat, csak hogy még hadd kanyarodjak vissza Márki-Zay Péterre. Ha ezt egy fideszes polgármester jelentette volna ki, tudja, hogy az ellenzék már az utcára vonult volna és tiltakozott volna, hogy mi ez, hogy nem tudom, most az önkormányzatnak a helyiségében mégiscsak lehet kikerülve kiskapukat esküvőt tartani. Etikus, politikai szempontból kérdezem, ezt meglépnie Márki-Zay Péternek, miközben tényleg az ellenzék, ma lesz ez a bizonyos szuperkupa, ott is millió biztonsági intézkedés lesz, akkor azt se lehetne ilyen értelemben nem kritizálni, hogy akkor ezt meg miért tartják meg. Szerintem ez egy áthidalom megoldás, tehát nem hiszem, hogy politikai síkra kellene terelni. Egyébként most voltam tegnap előtt Hódmezővásárhelyen, bent voltam a hivatalban, nagyon szigorúan lázmérőztek, kézfertőtlenítő, csak maszkból lehetett bemenni. Bent a polgármester úr szobájában néhányan voltunk ott maszk nélkül, mint ahogy itt tudtunk beszélgetni, de nagyon szigorú szabályokat vezetett be a polgármester úr, és ezt be is tartják, tehát én magam ezt ellenőriztem. Jó, de nem fogott állni a NASZ nép mellett. De nem fogott állni a NASZ nép mellett, ez pontosan így van. Nem hiszem, hogy a szabályok kijátszása, illetve inkább a helyzet megoldása, mert eskü van. Volt, van és lesz. És valamilyen formában meg kell oldani ezeket a kérdéseket, és a polgármesternek feladata is az, hogy próbáljon olyan áthidaló megoldásokat találni, mondjuk ebben az esetben is, ami a biztonsági előírásokat nem sérti, de a folyamatokat engedi. Egyébként maga a miniszterelnök azt mondta, hogy nem állhat le az ország, most nem azt mondta, hogy maradj otthon, ugye ő mondta ezt a mondatot valamelyik interjújában, hanem védekezzünk, figyeljünk egymásra, és mennie kell a folyamatoknak. Ennek része az esküvő és a párok egymásra találása, tehát ebben nem lehet. Én inkább azt látom nehéznek szintén, és egy kicsit, hogy lássák az emberek a mindennapokat. Nagyon szigorú intézkedések a gimnáziumban, a gyerekek ott vannak, betartják étkezésnél, stb., majd kijönnek a főtérre, és ott vannak egymással. Ami nem baj, mert ez a dolgok természetessége. Egyébként a tanteremben is ott vannak. A tanteremben 30 is gyereket ott vannak. Nem lehet, bizonyos dolgot nem lehet megtiltani, mert az élet ilyen. No, mindjárt megyünk tovább gazdasággal. Még egy dolog az önkormányzatokkal kapcsolatban, mert kíváncsi vagyok nyilván a véleményére. Ugye eddig is voltak uniós pénzek, amikre pályázhattak önkormányzatok közvetlenül az Európai Unióhoz. Ugye erre azt mondták mindig a településvezetők, hogy ez nagyon kevés volt. Ugye Cseh Katalin momentumos EP képviselő javaslatára elfogadott a bizottság. A kérdésem az, hogy mit is fogadott el pontosan. Tehát van itt egy félreértés ezzel kapcsolatban. Szerintem ez sok helyen úgy jelent meg, hogy most már aztán nem lehet az önkormányzatok nélkül dönteni uniós pénzt.
pénzekről, hogy hogyan költik el. Ez valóban nem, így van? Nem, nincs ez annyira egyedet siker egyébként, mert kb. 4-szer annyi forrás lehet önkormányzatok számára direkt pályázatként biztosítani az unió részéről. Ez jó. Azért 93 ezer régió és önkormányzat van Európában, tehát ez a pénz azért nem akkora pénz, amivel mi most Magyarországon, mint önkormányzatok hatalmas sikert tudnánk elérni. A másik, hogy úgynevezett szoftos pénzek, ez azt jelenti, hogy általában olyan célokat jelölnek meg, ami nem a közvetlen működést segíti, vagy a közvetlen fejlesztést. Tehát erről biztos, hogy vízelvezetésre, járdára, útra nem lehet költeni. Biztos, hogy az intézmény felújításra nem lehet költeni. Arra, hogy az intézménynek az energia hatékonysága jobb legyen, és olyan tanulmányok készülnek, arra lehet. Tehát azért mondom, hogy az irány az jó, de ez messze nem azt jelenti. Gyakorlatban ez hogy, mit lehet most gyakorlatban látni? Gyakorlatban kiírna pályázatokat, most is vannak olyan direkt elérhető források, amiket meg lehet pályázni, például arra, hogy olyan meteorológiai állomásokat telepítsenek a település környékére, melyek jelzik azt, hogy holnap mennyire lesz jeges az út, mennyi sót kell majd felhasználni, hogyan kell majd kezelni az utakat, csak erre ma is van szolgáltatás, tehát benyomom a mobiltelefonomat, és tudom, hogy holnap reggel ónos eső lesz, és fel lehet rá készülni. Ez egy konkrét pályázati lehetőség, amiről én most beszéltem, viszont egy csomó önkormányzati forrást is igényel, állami forrást is igényel, és fenntartási kötelezettséget, hosszú távú fenntartási kötelezettséget, tehát ezek azért nem annyira fogják kihúzni az önkormányzatokat a mindennapi működésből, de az irány jó. Ami a nagyon-nagyon-nagyon érdekes és nagyon érdekes lesz majd, hogy az elképesztő bődületes mennyiségű pénz, amit most az Unió megszavazott, a különböző országoknak, közel 3000 milliárd Magyarországnak, ami bődületes pénz, az hogy lesz felhasználva? Azt mire használják? Milyen szabályokat kell hozzá betartani egy-egy országnak? Biztos, hogy nem direkt önkormányzati beleszólási lehetőség lesz. Még ha kell is egyeztetni az önkormányzatoknak, szerintem ezt ki tudja kerülni a kormány, és mondjuk azokkal az önkormányzatokkal egyeztet, vagy azokkal a szövetségekkel, akik hülyek hozzájuk, és vazalusként kiszolgálják az önkormányzati rendszeren keresztül az ő törekvéseiket. Hatalmas nagy kritika van ugye az ellenzék részéről, hogy a magyar teljesítő képesség tényleg hol áll, vagy hol állt meg, vagy egyáltalán megállta ugye a gazdaság visszaesése. Készítettek a kollégáink egy rövid összefoglalót ezzel kapcsolatban, és akkor utána erről kérdeznek önöket. Miért is ne lehetne a 3% az új 2? 3%-os gazdasági növekedésről beszélt márciusban Matolcsy György a gazdasági évnyitón. A jegybank elnöke egészen 2030-ig vizionálta ezt a növekedést. Az idei évben 5,1 és 6,8% közötti gazdasági visszaesés GDP csökkenést prognosztizálunk. A recesszióról már nem Matolcsy György, hanem alelnöke Virág Barnabás beszélt. Júniusban még 2%-os növekedéshez számolt a Matolcsy György vezette jegybank, most azonban akár 6,8%-os recessziót is el tud képzelni. Az MNB szerint jövőre és 2022-ben ugyanakkor ismét növekedni fog a magyar gazdaság. Az inflációs várakozásán is rontott a jegybank, erre az évre már 3,6%-os pénzromlással számol. Az elemző szerint a korábbi növekedésről szóló prognózis túlzó volt. Megkérdeztük a pénzügyminisztériumot is, hogyan tud a kormány a jegybank ilyen nagy mértékben megváltoztatott előrejelzésére támaszkodni. Annyit válaszoltak, hogy a kormány tiszteletben tartja a jegybank függetlenségét, ezért nem kommentálják a jegybanki fejleményeket. A szakszervezetek szerint viszont nagyon komoly következményei lehetnek a jegybank különböző prognózisának. Más a politikusi retorika meg, amit a választópolgár vár, de a választópolgár számára mi az üzenete annak egyébként, hogy a gazdasági visszaesés mondjuk akkor 6% volt az első fél évben, vagy esetleg azt gondolnánk, hogy plusz 3%-os, amit még annó ugye Matolcsy György említett márciusban? Ja, szerintem sokkal fontosabb, hogy amikor egy közgazdász előre jelez valamit, akkor nagyjából találja is el. Nem baj, hogyha azt mondja, hogy ez -4 lesz és -6 lesz belőle. Tudtuk azt, hogy földbe áll egy csomó olyan gazdasági szektor, ami egyébként viszi előre a gazdasági növekedésünket jó esetben. Most az előző negyed évre -14,5%. És akkor még nem látjuk azt, hogy az utolsó negyed év hogyan alakul, csak az, hogy ez egyre rosszabb. Azt is látjuk, hogy Görögország az egyetlen, ahol a foglalkoztatottság jobban visszaesett, mint Magyarországon. Nálunk is ugye -5,6%-os a
munkaerőpiaci visszaesés, az emberek a pénztárcájukban is érzik. Hát elszabaduló inflációval, folyóévi költségvetési hiány növekedéssel, és valószínűsíthető... Az miért baj, hogy növekszik a hiány? Ugye azt mondják a közgazdászok, hogy ilyenkor egyáltalán nem baj, sőt el kell engedni, egyszer... mert a válságot én is ezt mondtam. Finanszírozni kell. Én is ezt mondtam annak idején, csak az a kérdés, hogy utána, hogy ez mennyire szalad el, az a jelenlegi intézkedésektől nagyban függ. Uh-huh. Hogyha én amellett érveltem már akkor is, amikor látok, 200-300 milliárd eurós csomagokat foganatosítottak az európai társak, nyilvánvalóan a gazdaság méretéhez kell ezt igazítani, tehát én azt mondom, hogy a GDP 20%-át most a magángazdaságba bele kellett volna ömleszteni, akár hogyan is, ugyanis, hogyha kiszárad a pénzcsatorna, akkor ott megszűnt munkahely, megszűnt vállalat található, azt nem tudom újraéleszteni. Pont ugyanúgy, mint ahogy egy koronavírusos beteg kerülhet válságos helyzetbe, egy lélegeztetőgép, egy intenzív ellátás életben tudja tartani, és utána a saját immunrendszere majd újraépíti az ő egészségét. A gazdaság ugyanígy működik. De egyébként, amit elmondott, ezt mondja a kormány, hogy ezt csinálják, bődületes pénzt öntenek a cégekbe, a munkahely megtartásra, a vállalatokhoz, és a többi, és a többi. De ez valamiért mégsem sikerül. Igen, de ez valamiért mégsem sikerül, és nem mindegy, hogy honnan kell visszakapaszkodni. A többiek azért egy jóval kisebb visszaesésből kezdenek el visszamenni. Nem lehet volna szabad ennyire elengedni. Szerintem a magyar kormány ezt nem csinálta jól. Még tudnánk beszélgetni természetesen, biztos. De most annyi fért az időnkbe. Köszönjük, hogy itt voltunk. Köszönjük.